Jó reggelt, sziasztok! 5. nap, gyönyörű időnk van. Tegnap nagyon-nagyon-nagyon kellemetlenül fújt a szél, de hát ezt majd úgyis már látjátok a videóban. Sőt, hamarabb látjátok, mint ezt beszéltem volna. Nincs a mai napra cél. Döglés van, pihenés van itt a tengerparton. Ennyire közel még szárazföld nincs Korfuhoz. Ott egy picit az a csücsök, az 2,2 km-re van. Albániának az a legközelebbi pontja Korfuhoz. Sőt, sehol máshol nincs ilyen közel földrész a szigethez, úgyhogy hogy mi ide, nem tudom, itt ide találtunk, és mi mondtam, nincs nagy terv mára. Jó, fölkeltünk, fölkeltem, megnéztem a naplementét, egy pár perc ezelőtt volt. Ha valami terv van mára, akkor az úgy maximum. Ja igen, ma megpróbálom összehozni ezt a tengervízből desztilláljuk iható vizet. Reményeim szerint működni fog a módszerem, de majd meglátjuk. Nyilván voltunk olyan hülyék és hoztunk bőven vizet, szóval nem annyit fogok készíteni, hogy most tonna számra legyen, liter számra legyen, mert ugye bőven hoztunk vizet, azok a mai napra. Hónap délelőttig, ameddig leszünk, kitart. Úgyhogy de hát ha valaki hasznát veszi, bár csak ha készülten, mert ugye ilyesmiket itt a szemétbe, amit a tengerparton lehet kapni, találni, amit kimos a víz, rengeteg úszadéka van itt ezen a parton. Egy elég szemetes ország, az biztos, egyszer hétszentség kiszáll az ember az autójából, összegyűri a szemetet, azt oda leteszi, ledobja az útra, vagy éppen ahol van. Hiába van, mit tudom én, 10 méterre kuka, hát ez náluk nem számít. Olyan helyeken is áll a szemét, de dögivel azt se hinnéd, hogy ugye ember jár. De hogy valahogy oda kerül, mert oda viszik. Úgyhogy nyilván ez nem túlélés technikai dolog, hogy most te pont egy olyasmit találsz a szemétbe, illetve több dolog, de otthon kitalálva, így mondom, megpróbáljuk, érdekesnek érdekes lehet, úgyhogy. És amint mondottam, mai nap ez a pihenésről szól, idáig rengeteget utaztunk, rengeteget mentünk, jó idővel kezdtük, utána belementünk a kevésbé jó időbe, másfél napig, már durván másfél napig szakadt az eső. Sajnos a kamerát a táskámba pakoltam, szóval ezt nem tudtam csak fényképpel megörökíteni a hágon, ahol átmentünk, ott szakadt a hó. De olyannyira, hogy a forgalom is álltak meg, az emberek nyárgumival nem tudtak fölmenni, de érdekes módon pikpak alatt ott termett a izé, nem is egy, hanem vagy három ilyen hókotró, elő letolták, hátul sózta, és utána megint ide visszakerültünk ide. Hát itt, ahol jelen pillanatban vagyunk, szerintem már nincs 5 kilométer, és tényleg a görög határnál vagyunk. Viszont az idő el fog romolni itt is. Megpróbáljuk ezt a mai napot kihasználni, még jó idő lesz. És holnap elindulunk vissza. Észak felé, Magyarország irányába. És majd meglátjuk, hogy milyen lesz az idő. Bár holnapra már kezd eső idő lenni itt lenni is,
csak még az éjszakát bírja ki. Na, hát röviden, tömören ez nem sok a mai napra. Majd meglátjuk. Püré. Szalámis, szárított hagymás, krumpli püré. Reggelire. Jó étvágyat mindenkinek, főleg nekem. Adja. Egy ekkora darab szalámi, jó marék szárított hagyma, egy adag krumpli püré volt, fejedelmi kaja. No, kérem mindenki, egy régi módszert próbálok ki, tengervizet próbálok kipárologtatni, lássuk, hogy mennyire lehet belőle ivóvizet csinálni. Szemét annyi van, mint a nyug, két palack, és egy ilyen csőre, ezt otthon gyártottam, két dugot összeragasztottam, és ez lesz főtekerve erre a palackra. Remélem, hogy találom éret, ha nem, akkor bajba leszek. Hát erre pont nem, de a kólás üvegre talál, akkor majd erre szervállunk egy másikat. Csak akkor megnézzük, hogy működik-e, mert ugye annyit nem fogok várni, meg hogyha valaki sokáig van mondjuk ilyen tengerparti vagy szigeten, ahol sokat van napsütés, meleg, akkor annak megéri, de most itt egy napra, két napra nem éri meg. Jó, ez tökéletes ide. Na, mindjárt szerzek itt annyi szemét, mint a nyug. Jövök vissza. Kérem szépen, ha a rendszer működik, akkor abból át kell párologjon azon a csövön a második palacba, viszont a cső hosszú, hogy megtolja vissza a tojást. De ez hosszú távú. Tehát amikor reggeltől estig akár 40 fokok vannak a napon, ez a módszer játszik. Így a mai nem garantált. No hát, kedves mindenki, a vízszűrő gyakorlat az sikertelen. Látszik az idő. Egész nap fújt a szél, de katasztrofálisan. Nem volt meleg. Egy-egy picit sütött a nap, de ez nem volt elég annyira, hogy a vizet párologtassa. Ez az albán túra összességében ez sikeresnek titulálható. Sőt, sikeresnek mondom, rengeteg jó helyre, rengeteg érdekes helyre el tudtunk menni meglátogatni. Hát az idő volt, amilyen, az nem tartozik most ide. Én eddig jól éreztem magam. Nem biztos, de szerintem itt a videózásnak vége, mert hónaptól ez a rossz idő utolér, amit ugye kicseleztünk egy pár száz kilométerre északabbról.
lejöttünk ide, hát görög határtól 5-10 kilométerre maximum annyira lehetünk. De mivel, hogy hónap reggelre ide jár a rossz idő, előrejelzések szerint, ezért az időjárás függvényében indulnunk kell visszafele. Még van, ma van szerda, csütörtök, szombat, még van 3 napunk. Azt majd még kitaláljuk, hogy hol és hogyan töltjük el, úgyhogy. De ha menet közben visszafelé északra még sikerül jó időt találni, tehát az onnan lejött ide, akkor van még lehetőség, hogy még egy-két olyan helyet megmutassak érdekességet, ha úgy van, ha nem, akkor majd. Ennyi volt. Thank you.